Addig, amíg nem váltam szülővé, a felelősségét elbriccelhettem a szexnek, de onnantól egy gyereknek az anyja lettem, onnantól pontosan tudom, hogy felelős vagyok azért, hogy velem mi fog történni, hogy és a legnagyobb dolog, amit mellette tanultam, az, hogy én saját magamért vagyok felelős, és akkor itt most mindenki valami komoly dologra gondol, de valójában ez az egész arra tanított, hogy visszataláljak önmagamhoz, és a gyerekemen keresztül a gyerekkori önmagamhoz is vissza akarok találni, és ugye a szexben mindig nagyon udvariasak, meg jól neveltek vagyunk, miközben az ugyanolyan játék, mint hogy a gyerekek játszanak, és ez tele van malackodással, tele van nyomdafestéket, nem tűrő dologgal, tele van rendetlenkedéssel, és igazából én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy elfelejtünk gyereknek lenni, elfelejtünk játszani, elfelejtünk rendetlenkedni. Ugye, azt akarnám mondani, hogy mi az a dolog, amit a jövő héten próbáljon ki valaki, és ezt lehet én is ki fogom próbálni, hogy valami illetlenséget csinálni a partnerével, vagy saját magával, és akkor lássa meg, hogy nagyon kedve lesz a szexelni is a jövőben.